Hát családi az indítatás, mint azt hiszem a legtöbbünknek, akik ezzel foglalkoznak. Az édesanyám volt szovjet fogságban. 1944. december 20-án hurcolták el a falujából, és egészen, hát majdnem 49-ig volt ott. Tehát részben személyes indítatás, részben az egyesületünkben sokat foglalkoztunk a történelmi múlttal, és sokan mesélték azt is, hogy ők is érintettek ezen a területen, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezzel foglalkozni kell. És hát elindultunk ezen az úton. Arra is rájöttünk, hogy ez nem csak személy szerint érint bennünket, nem csak a megyében nagyon sok települést érint, hanem országos szinten is volt a határon túli németséget és magyarságot is érintette. Tehát így kitágítottuk úgymond a kapcsolatrendszerünket, és 2008-tól már nagyon intenzív kapcsolatban állunk a kárpátaljaiakkal. Konferenciákat szerveztünk, illetve ha ők szerveztek, azon majdnem mindig igyekeztünk részt venni. Nekik ezek a bizonyos, ezzel kapcsolatos konferenciáik novemberben vannak, mert Kárpátaljáról november 19-től, Erzsébet naptól kezdték el elhurcolni az ottani német lakosságot és a magyart is, és ezért a konferencia a Szolyvai Emlékparkban a megemlékezést mindig ehhez az időponthoz tűzik ki, és ezen most már, hát most azt mondom, hogy 2009 óta, tehát most már hosszú évek óta részt veszünk. Koszorúzással is, előadások tartásával is, közösen adtunk ki könyveket, kiadványokat. Dubka György, aki a Szolyvai Emlékpark Bizottság felelős titkára, ő gondoskodik arról mindig, hogy minden könyvalakban is megjelenjen, például ezeknek a konferenciáknak az előadási anyaga. Hát mi pedig, amivel tudunk, azzal segítjük az ügyet. Rengeteg új emléktábla avatáson vettünk részt. Mi magunk a német körrel, mi is állítottunk egy emléktáblát, ami két nyelven, magyarul és németül került fel a falra. De a pécsi ruszinok is egyszer jöttek velünk, ők is állítottak emléktáblát. Tehát most azt mondom, hogy ez a történet, ez nagyon kibővült, és szinte összpontosult nagyon sok minden a Szolyvai Emlékparkra, mert ott kiváló munkát végeznek az ottaniak. Mi az, amit kapott akár az egyesület, akár személy szerint ettől a munkától, ettől a kutató munkától, ezektől az utaktól, ezektől a kiadványoktól? Hát részben rengeteg barátot, nagyon sok együttműködő partnert, akik mint egyesület működnek együtt a mi szervezeteinkkel, kiváló embereket. Nem csak az én korosztályomból, hanem nagyon sok fiatal csatlakozott az ügyhöz. Tehát Pécsett már volt olyan konferencia, ami a fiatal kutatók kutatási anyagából volt a címe. Tehát ez is nagyon örvendetes, de érdekes, hogy nagyon sok pont itt is a kárpátaljai. Tehát én azt mondom, hogy ez a munka, meg azok az utak, amiket megtettünk, részben nekünk is jó volt a mi lelkünknek, hiszen úgy éreztük, hogy kötelességünk, hogy ezzel a dologgal foglalkozzunk, mert ez a történelemnek egy nagyon fehér foltja volt. Maguk a mi hozzátartozóink sem beszéltek róla, nem mertek beszélni, ugye ez meg volt nekik tiltva, és úgy gondoltuk, hogy nekünk ez kötelességünk utódoknak, hogy mi ezt a világ elé tárjuk, és akkor nem csak Magyarországon, hanem Kárpát-medencei szinten, de egyesületünk alelnöke például Európa, sőt, még azon kívül is már több helyen tartott a témából előadásokat. Úgyhogy amit adott ez valahogy, hát nem tudom, jobban megismerjük ezt a történetet, hiszen családban, ugye erről nem beszéltek, látjuk a hátterét, és épp ezért szívszorító mindaz, ami most Ukrajnában történik, és azokon a részeken, ahol mi jártunk, ahol mi emberekkel találkoztunk, akik végtelen nagy örömmel fogadtak bennünket, nagyon kedvesen, amit csak tudtak, elmesélték, és most is előttem van az egyik idős néninek a mondata, hogy Isten áldását kéri mindazokra ránk is, és mindazokra, akik még élnek azok közül, akik ott foglyok voltak. És
mindez 40 kilométerre volt az orosz határtól. Tehát az, hogy ő most orosz volt-e vagy ukrán, azt nem tudjuk, de bárkivel találkoztunk. Tehát én erre csak az, hogy amit kap az ember, tehát az a szeretet, meg az a kedvesség, meg az a jó fogadtatás, akár ezeken a területeken is, az olyan lélekemelő volt. Hogyan folytatódik, hogyan folytatódhat ez a munka? Nagyon szerettük volna, már az emlékév után is, hogy egy Gulágofi Kutatóintézet létrejöjjön. Ez sajnos még mindig nem sikerült elérnünk, pedig úgy érezzük, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az emlékévben rengeteg anyag született, kiadványok, könyvek, dokumentumfilmek, DVD-filmek, tehát ezeket mind jó lenne egy helyre összpontosítani. Ehhez viszont kellene egy olyan kutatóintézet, úgy mint egy nemzeti intézetként, ahol biztosítva van a kutatóknak a munkája, és olyan további utak, ahová még el kellene jutnunk. Ahová most tavaly még eljutottunk, ugye az egy közelebbi hely, most így mondom, ugye a Kaukázus, meg a több ilyen távolabbi ország mellett, az a Baltikum volt, ahol Észtországban és Lettországban voltunk, de az idő rövidsége meg pénzhiány miatt Litvániában már nem jutottunk el. De terve volt véve Odessa, Minsk, tehát mindazok a helyek, ahol koncentráltan voltak lágerterületek, és ahol magyar és német származású málenki robotosok is voltak a gupi lágerekben. 2023 milyen év lesz az Egyesület szempontjából, milyen évre számítanak? Hát egy kicsit aggódunk a rezsi költségek megemelkedése miatt, mert nagyon magas számlákat kaptunk most a PTÁV-tól, tehát novemberre 180 ezer fölötti, decemberben 215 ezer, és megemelkedtek az utazási költségek is, tehát azt, hogy akár országon vagy Kárpát-medencén belül hova jutunk el, az nagyban függ attól is, hogy pályázatokon milyen támogatáshoz tudunk jutni, meg együtt mit tudunk elérni, hogy megoldani, hogyha még valamit kitűztünk, hogy azt meg is tudjuk valósítani. Nagy rendezvények, nagy projektek lesznek ebben az évben? Most idén így nem mertünk tervezni semmi komolyabbat, tehát ez most egyelőre. Amivel foglalkozni szeretnénk idén is, amit tavaly elkezdtünk, a diákkutató programunk. Tehát, hogy a diákokat kutató programként megismertetni a Málenki robot történetével. Ebben viszont remek partnereink a Pécsváradi Német Önkormányzat, a Gerezslaki Német Önkormányzat, a történészek, tehát vagy a múzeumban Müller Judit. Tehát úgy gondolom, hogy most erre fogunk tudni idén koncentrálni, tehát hogy a diákokkal megismertetni. Mennyire bővül az egyesületi tagság, vagy ez egy fix létszám, akik vannak? Változó. Tehát ugye sok idős van akiket ugye évközben elveszítettünk, hiszen már 31 éve működik az egyesület, de egy-egy ilyen nagyobb program után mindig vannak új csatlakozók, és nagyon sokan közülük például azért, mert ők is érintettek voltak, és ugye most figyeltek fel erre a dologra, és akkor szeretnének ők is részt venni a munkában. Tehát úgy változó, de olyan 116 körüli az úgy plusz-minusz, hogy nagyjából ez a létszám. Kiadvány készül-e most? Van-e készülőben bármiféle? Mi most nem tervezünk. Dukka György adott ki nemrégiben még egy könyvet, egy ilyen teljes utazásunkról, ami eddig megvolt, tehát azt ő könyvbe rendezte, egy jó vastag könyvbe adta ki, úgyhogy mi egyelőre nem. Az Egyesület 30 évfordulójáról egy fotóalbum, ugye az megjelent, mást így most egyelőre nem. Ez van, amikor menet közben alakul ki. Tehát ha úgy látjuk, hogy valahol van egy olyan támogatási lehetőség, ahonnan esetleg pénzt tudunk ehhez kapni, akkor összeülünk, hogy akkor miből legyen könyv. Köszönöm szépen a beszélgetést, és még egyszer gratulálunk a lovagi kitüntetéshez. Nagyon szívesen.